Vlagyimir Putyinnal akar találkozni a Novicsok nevű idegméreggel elkövetett tavalyi angliai merénylet kísérlet egyik túlélője. A brit Charles Rowley Oroszország londoni képviseletén fejezte ki szándékát az őt fogadó nagykövetnek szombaton. A 45 éves brit férfi tudni szeretné, hogy mi történt valójában Salisbury-ben és Amesbury-ben 2018 nyarán. Alekszandr Jakovenko nagykövet a találkozón megismételte azt a többször hangoztatott moszkvai álláspontot, miszerint a méreganyag nem származhatott Oroszországból. Az orosz nagykövet állítja, hogy hiába keresik a brit külügyminisztériumot, egy éve nem kapnak választ. Az idegméreggel 2018 márciusában próbálták megölni Salisbury-ben Sergej Skripal, egykori orosz-brit kettős ügynököt és lányát. Charles Rowley és élettársa pár héttel később a szemétben találta meg a méreganyagot tartalmazó fiolát, egy parfümös üveget, ehhez érve szenvedtek mérgezést.